A fókuszban ismét az üzlet és az ember állt a szerda esti bizlancson. Mester Sándor vendége a fiatal borász-juhász Ádám volt, aki a több mint két évtizedes múlttal rendelkező családi vállalkozás ügyvezetője is. Ezzel a juhász testvérek pincészetének életében új fejezet kezdődött. Juhász Ádám 2015-ben külföldi tanulmánya után csatlakozott újra a családi vállalkozáshoz. Mester Sándor egyebek között arról kérdezte a fiatal borászt, hogy a vezetésével milyen irányban haladt tovább Eger egyik legnagyobb pincészete. Élményeiről, a borászat szeretetéről is mesélt az érdeklődőknek a vállalkozó. Nekem egy óriás elismerés, hogy így bíznak bennem, hogy az én kezembe merték adni a hajó kormányát, de ugyanakkor már, mivel családi vállalkozás vagyunk, így igazából gyerekkoromtól kezdve folyamatosan bele lettem nevelve ebbe a vállalkozásba, és én szeretem azt mondani és használni, hogy ahogy nőttem én, úgy nőtt velem együtt a vállalkozás is, hogy igazából így volt időm megszokni az egyre növekvő mértékeket. Juhász Ádám elmondta, a legnagyobb dolog az, hogy úgy lett borász, úgy szerette meg ezt a foglalkozást, hivatást, hogy észre sem vette, a szülei mindig kellőképpen terelgették erre az útra. Munkájában nagy segítséget nyújt neki a külföldön megszerzett tapasztalat, amivel előre tudja vinni a céget, tette hozzá, valamint a pincészetben alkalmazott új technológiák. A jövőben is előtérbe kerülnek a fiatalos, lendületes borok, a hétköznapi fogyasztásra szántak, valamint nagy szerepet kapnak a prémium kategóriába tartozó nedük is.